csak ruhákat hoztunk magunkkal, meg a fontos papírokat. Hare Krishna, sziasztok! Itt vagyunk Tiszabecsén az ukrán határnál. Hoztunk most 500 adag vakfőzeléket, meleg ételt. Nagyon-nagyon-nagyon sok menekült érkezik ide Tiszabecsére. Mint látjátok, nagyon sok önkéntes van. Több segélyszervezet dolgozik itt azon, hogy a menekülteket segítse. Van egy nagyon kis, szép konyha, itt megismerkedtünk a konyha vezetőjével, egy nagyon kedves hölgy. Ők is nagyon sok adagot készítenek el nap, mint nap. És ahogy beszéltük, várják a mi segítségünket, mert azért nem erre van berendezkedve ez a konyha, hogy ennyi több ezer adagot lefőzzenek, így hát tervezzük azt, hogy minél többet jöjjünk ide Tiszabecsére, és segítsük a menekülteket, és segítsük az itteni lakosokat, akik már az első naptól kezdve segítik az ide érkező embereket. Szervezetten működik minden, tehát a határtól már szállítják idefele busszal őket. Van, aki gyalogosan jön, van, aki személykocsival, de van nagy busz, be van állítva, és az folyamatosan hordja idefele a menekülteket. És aki megjön, ellátjuk őket étellel, itallal, ruhával, ami kell, kinek mire van szüksége, és akkor van, aki marad, mit tudom én, egy napot, van, aki azonnal tud tovább menni, hogyha jönnek ilyen adományozók, lepakolják a cuccot, és akkor mondjuk, ha Budapestről vagy jönnek, akkor visszafele már úgy mennek, hogy viszik az embereket. Megkérdezik, hogy ki akar menni Budapestre, és akkor viszik. Vagy esetleg Debrecenbe, ki hova megyen, ahonnan hozzák az adományokat. De cserélődnek folyamatosan az emberek. Kárpátaljáról jöttem a megszülési járásból, azon belül is Salántról, hát ez egy falu. Hát Csehországba tartunk apámhoz, mert ott dolgozik, és hát ugye mi így négyen, anyám, meg hát két testvérem és én. Hát amint enyhül a helyzet, szeretnénk visszatérni. Elvileg már lassan indulnunk kellene, mert jön a busz értünk. Hát aztán meglássuk, hogy lesz. Még egy nagy raklap adomány, amit még ma ki kéne osztanunk. Ezt a ukrán határon túlra fogják vinni, az ottani magyar lakta falukba. Ott nagyobb a probléma, mert az élelmiszer ellátás az tulajdonképpen megszűnt. Hiába van valakinek pénze, limitálva van az, hogy mennyi élelmiszert lehet. Most próbáljuk megszervezni azt, hogy azok az élelmiszeradományok, amik hozzánk beérkeznek, ezek valahogy átjussanak a határon. Felvettük az ottani polgármesterre a kapcsolatot, és most van rá lehetőség, hogy ők átvigyék a határon túlra. Mi is próbálkoztunk azzal, hogy átmenjünk, és mi kiosztuk, de a határt lezárták, mi már nem tudunk átmenni a határon sajnos. Segítsétek a mi munkánkat. A különböző lehetőségetek van erre. Lehet adományokat behozni a telephelyünkre, ez a Budapest 3. kerület Lehel utca 15-17. Gyümölcs adományokra várunk, zöldség adományokra várunk, vagy
alapvető élelmiszerekre, amiket el tudunk idehozni és át tudunk juttatni a határon. Az ételt az életért.hu-n megtaláljátok azokat a lehetőségeket, ahol tudtok nekünk pénzadományban segíteni. A karitatív.hu-n is keresztül is tudtok figyelemmel tudjátok kísérni a munkánkat. A Facebookon is felrakjuk azokat a híreket, amiket nap mint nap összegyűjtünk. Köszönjük szépen a segítségeteket még egyszer. Hajlisten!